Ez a Kívánságszolgálat, a heti tévé kívánságműsora. Jó napot kívánok mindenkinek! Mára is hoztam egy napi gondolatot, Paulo Coelho tollából származik, és így szól. Mi a siker? Az az érzés, hogy minden nap nyugodt lélekkel fekhet az ágyba. Milyen szép és megfontolandó gondolat, ugye? Facebookon is megtalálnak bennünket, ezt a címet már jól ismerhetik, facebook.com/kívánságszolgálat. Itt kattintsanak az üzenetküldésfűre, és már is írhatnak nekünk. Szintén elérnek bennünket SMS számunkon keresztül, +36 39 10 5 7 77-es. Ma is lesz beszélgetés, telefonon keresztül kapcsolódik be majd a műsorba Nyíri Szabó Sándor, Dankó Pista életműdíjas nút énekes, az Aranyhang Dalhárta vezetője, és természetesen szokás szerint ma is az önök üzenetei kapják a főszerepet. Nézzük is az elsőt. Váci Endre párját, Horváth Helgát köszönti megismerkedésük 6. évfordulóján. Üzeni nagyon szereti. Hosszú az a nap, énekel Zsida. Folytassuk az évfordulókkal. 73 éve született Gereben Ágnes, irodalomtörténész, műfordító, kritikus, egyetemi tanár. 36 éve a Magyar Írók Szövetségének kezdeményezésére minden évben ma ünneplik a Magyar Dráma Napját. Madách Imre az Ember Tragédiája című drámájának 1883-ban ezen a napon tartott ős bemutatója tiszteletére. 21 éves múltra tekint vissza, hogy ma van a béke napja, és 229 éve született Gróf Széchenyi István politikus, író, közlekedési miniszter. Sok évforduló köthető még a mai naphoz, ezeket majd később még tolmácsolom. Most egy újabb üzenet. Pál Éva Szolnokról a saját kedvére kérte a következő dalt, egyúttal szeretettel küldi mindenkinek, aki szereti. Töltsét csinálok a kezemből a Szenestéren, énekel Zalatnai Ciné. Ha ki
Keressenek bennünket YouTube csatornánkon is, ahol korábbi műsorainkat visszanézhetik. A YouTube keresőjébe írják be a műsor címét, kívánságszolgálat dr. Klement Zoltánnal, sőt, bíztatom önöket, iratkozzanak is fel erre a csatornára, így első kézből értesülhetnek a frissen feltöltött, megtekinthető videókról. Álljon itt egy újabb üzenet. Répási Rita Budapestről szeretnék kérni Smirilius Éva egyik felvételét, szeretettel küldi mindenkinek. Nézzünk a választás lehetőségét, meghagyta nekünk, most következzen egy olyan dal, amit itt a Kívánság Szolgálat adásában még nem láthattak. Közreműködik Toki Balog Ernői zenekara, énekel ugye Smirilius Éva, a dal címe, Papa, ugye hallasz? Oh.
Ahogy ígértem önöknek, itt van velünk telefonon keresztül Nyíri Szabó Sándor, Dankó Pista életműdíjas nótaénekes, az Aranyhang Dalárda vezetője. Szervusz, nagyon sok szeretettel köszöntelek, és az első kérdésem irányodva is, hogy hogy vagy most, hogy telnek a mindennapok? Szervusz, Zolikám! Hát a kérdése válaszolva, elég zavaros a helyzet, Szilágyi úr, kérem. Ez így van. Ugyanazért... Nincs tiszta kép még most se, ez a vírus helyzet nagyban befolyásolja, hogy létünket. Viszont azért a munkásságodat egyre inkább nyomon tudjuk követni a képernyőn keresztül is, hiszen a Duna Televízióban a Jó ebédhez szól a nóta című műsorban mondhatjuk már visszatérő rendszeres fellépő közreműködő vagy. Ha jól tudom, nem olyan rég így újabb felvétel készült veled. Erről mesélj nekünk egy picit. Ez teljesen így igaz, ez az információ. Balaton lellén volt most a héten ez a tévéfelvétel, illetve a múlt igen, héten. Igen. Balaton lellén egy nagyon szép gasztro élmény birtok, ez a neve, és nagyon kellemesen éreztük magunkat, nagyon szépen eltelt, csak nagyon messze volt. Ugye azért ezt leszögezhetjük, hogy ez az a műsor, ami ma gyakorlatilag a magyar nóta tekintetében az egyetlen olyan készülő felvétel, ahol tökéletesen a kornak megfelelő technikával, tényleg a maximalizmussal előállított felvételről beszélhetünk, és ugye nyilván ez az örökké valóságnak is megmarad így az archívumon keresztül is. Tehát ezeket így mérlegelve egy óriási nagy elismerés ebben részt venni, nem is első alkalommal. Teljesen igazad van, tehát ez olyan profi körülmények vannak a sminkesektől, az öltöztetőtől, a fodrásztól, a kameráktól, a kirenctagú zenekartól kezdve, hogy valóban az ember már rendelkezik némi rutinnal, elég szorongva lép fel a színpadra. De minden esetre a végeredményt majd megnézhetjük ugye a képernyőn keresztül. Viszont egy nagyon-nagyon fontos momentum a nyíregyházi mindennapokban az Aranyhang Dalárda. Azért kitölti ez is az időd egy jelentős részét. Mi a helyzet most a dalárdával? Hát, mint a színházaknál mondhatjuk úgy, és kérlek szépen itt nyári szünet volt igen, itt a dalárda igen. Életében. De jókor kérdeztél rá erre, mert éppen szeptember 12-én kezdődik a Dalárdának évadja, és nem is akárhol, hanem a Tiszán az egyik Dalárda magánhajóján. Tehát gyakorlatilag mindenki elkezdhet gyakorolni, mindenki elkezdhet rá készülni, és innentől van, azért, és ahogy a helyzet engedi. Halászlé, meg egyebek kíséretében tudod, hogy... Ez így van. Van még egy nagyon-nagyon fontos momentum, ami nélkül nem engedhetlek el. Általában évente két alkalommal Nyíregyházán egy óriási nóta műsort rendezel. Az első, ugye ebben az évben a koronavírus miatt sajnos elmaradt, de most a pótlásra itt lesz a lehetőség, ha jól tudom. Hát igen, ez a hagyomány, ennek már lassan 20 éve hát van, igen. Ami rendszeresen, és így van március és szeptember hónapok, szoktunk mi ezeket rendezni. Most az előző az éppen március 21-én lett volna, de 17-én lehúzták a... Így van, rohót. Így van. De nagyjából ugyanazzal a felállással akkor be lesz pótolva, ugye? Csak így nyugtassuk meg. Reményeim szerint be lesz pótolva, még pedig a szeptember 26-án. Na, akkor gyakorlatilag a teltházas előadás az ugye... Hát most, tudod, azzal a jegyekkel lehet bejönni, igen. Amit márciusra megváltottak, mert nekem akkor minden jegyem elkelt. Nem kérte vissza érdekes módon senki se a jegyet, hogy nem az előadás nem lesz megtartva. Ez nagy elismerés, én úgy gondolom, és azokkal a jegyekkel lehet, és nyilván, hogy változatlan összetételű fellépő gárdával. Tudunk neveket mondani, akár csak a teljesség igénye nélkül, mert ilyenkor a legrosszabb, hogy kihagyunk valakit, úgyhogy előre is megkövetjük hát, magunkat, de persze, mondjuk el. Tehát olyan, mint Budai Beatrix, a B betűnél maradva a Benedekfi. Így van, azt hiszem az ő neve is garancia. Ő neve is nagyon-nagyon nagy csillogás ebbe a szakmába, nem is ebbe, inkább az operett és opera világába, de nagyon szeret elkalandozni a nóta világába a Katalin. A Skarcagi Nagy Zoltán, Balázs Anikó, Jenei Gábor, és ugye szerény személyem.
Szerintem nagyjából mindent átvettünk. Javaslom, hogy majd folytassuk egy következő alkalommal ezt a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, és ha már Balázs Anikó neve elhangzott, akkor éppen az ő egyik rendezvényén ott voltál te is, ahol az Ez a vonat most van indulóban című dalt énekelted, Tordai Zoltán és zenekara kíséretével. Most ezt közösen megnézzük. Nyíri Szabó Sándorral beszélgettem az elmúlt percekben. Ígértem önöknek, hogy folytatom még az évfordulók sorát, jöjjenek most. 92 éve született Sinkovics Imre Kossuth díjas színművész, a Nemzet színésze. 91 éve látott napvilágot Kocsis Sándor futballista, a legendás arany csapat jobb összekötője. És 89 éve született Larry Hagman amerikai színész, Jockey Ewing a Dallas című sorozatból. 86 éve látott napvilágot Leonard Cohen, amerikai énekes, zeneszerző, költő, regényíró. Álljon itt egy újabb üzenet. Pócs Iván és párja Fruzsina együtt szeretnénk meghallgatni a következő dalt. Nagyon szeretik Farkas Zsolt munkásságát. A következő percekben közreműködik a Wolf Harmony Band. Farkas Zsolt énekel, a dal címe Szép vagy rózsám. Szép vagy rózsám, mint a nap, a szívemben csak te vagy. Csókolom a csókra termett csöpp szádat. Boldogságom csak te vagy, mert karjaimban tartalak, s nem cserélnék senkivel a világon. Elj, amikor mulatok, kettőt, háromat megiszok, körülvesznek engem a jó barátok. Rózsámon tücskenő, de begyár lesz ez a nő, huncut lesz, mert húzatom a nózában. Édes rózsám, ülj inkább az ölembe, hagyd kacsítsak a gyönyörű szemedbe, mert szép vagy rózsám, mint a nap, a szívemben csak te vagy, csókolom a csókra, termett csöpp nálam. Édes rózsám, ülj inkább az ölembe, kacsítsak a gyönyörű szemedbe, mert szép vagy rózsám, mint a nap, a szívemben csak te vagy, csókolom a csókra, termett csöpp szádat. Azért rózsám simogat, karjai közt tartogat, mert másnaposan nem bírok én felkelni. Mondja nékem morcsosan, most pihenjek le nyugodtan, s ne járjak el éjjelente mulatni. Amikor muratok, a véremmel nem bírok, de egész este csak te jársz az eszembe. Édes rózsám, mit tegyek, meg nem csallak én téged, csak éjjelente húzatok az órába. Édes rózsám, ülj inkább az ölembe, hadd kacsítsak a gyönyörű szemedbe, mert
csóka termetjen nála. Hát édes rózsám, ülj inkább a kölembe, vagy kacsítsak a gyönyörű szemedbe. Mert szép vagy rózsám, mint a nap, a szívemben csak te vagy, csókolom a csókra termetjen nála. Hétfőn, szerdán és pénteken 2:30-tól várom Önöket új adással itt a Heti TV képernyőjén. Az ismétlést vasárnap 13:15-től nézhetik meg, ekkor a heti három műsort egymás után levetítjük. Molnár Viola barátnőinek, Sárosi Máriának és Pincés Katalinnak küldi a következő dalt, üzeni már nagyon várja a hétvégi találkozót, lesz mit megbeszélni. Az egri csillagokkal megyünk tovább, Por Péter énekel. Sök híreleng a lombos fákon, áll a vár mégis mesél. Úgy néz szét a dimbes dombos tájon, mint egy győztes hadvezér. Régen volt, réges rég, mégis él a múlt. Áldjuk hát példáját, él és lángra gyújt. Tündöklő egri csillagok, ugye ti mindent láttatok, háborút, békét, hősöket, ezer csodát. Tündöklő egri csillagok, minket is megtanítsatok, szeretni, óvni, félteni házat, hazát. Szóljon énekem az egri nőkről, rájuk legbüszkébb a nép. Ősök voltak ők is mindegy szálig, így lett hírük százszor szép. Régen volt, réges rég, mégis él a múlt. Áldjuk hát él és lángra gyújt. Tündöklő egri csillagok, ugye ti mindent láttatok, háborút, békét, hősöket, ezer csodát. Tündöklő egri csillagok, minket is megtanítsatok, szeretni, óvni, félteni házat, hazát. Tündöklő egri csillagok, ugye ti mindent láttatok, háborút, békét, hősöket, ezer csodát.
is megtanítsatok szeretni, óvni, félteni. Még vannak további a mai naphoz köthető évfordulók, nézzük ezeket. 85 éve született Vekkerdi Tamás, pszichológus, író, műfordító, 65 éve látott napvilágot Szirtesági Kossuth Díjas színésznő, és 53 éve született Szantusz Barbara színésznő, szinkron színész. Nézzünk egy újabb üzenetet. Eszter Budapestről férjét Gábort köszönti harmadik házassági évfordulójuk alkalmából. Nagyon sok boldogságot és hosszú közös életet kíván maguknak. A jó kívánságokhoz természetesen mi is csatlakozunk. Egy-két csók, cserebere csók, énekel Turay Kis Mária és Pere János. Egy-két csók, cserepere csók, jaj, de jó is kettesben. Egy-két csók, cserepere csók, semmi rossz nincs még ebben. Hogy a szívvel adjuk, szívesen fogadjuk, akkor ebben házasság lesz, mi a kedven tudjuk. Hogy a szívvel adjuk, szívesen fogadjuk, akkor ebből házasság lesz, mind a ketten tudjuk. Egy-két csók, cserepere csók, jaj, de jó volt kettesben. Egy-két csók, cserepere csók, semmi rossz nem volt ebben. Hűs a máig óta, szól a régi nóta, csók az élet biztatója, csók az élet sója. Hűs a báink óta, szól a régi nóta, csók az élet biztatója, csók az élet sója. Elérkeztünk műsorunk végéhez, legközelebb is szeretettel várom Önöket. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!